A szezon utolsó fordulója előtt már azoknál a csapatoknál sem vezényelnek véresen kemény edzéseket, amelyeknél még sorsdöntőnek számítanak a megszerezhető vagy elveszíthető pontok. Ott pedig, ahol a nagy dolgok már eldőltek, a frissítésre helyezik a hangsúlyt a szakemberek. Nincs ez másként Kisvárdán sem, ahol a hétvégi meccset és az ellenfelet kellően tisztelve és komolyan véve készíti fel a játékosokat az edzői stáb. A futballisták lábában eddig 37 bajnoki, valamint jó néhány kupa és felkészülési mérkőzés van ebben a szezonban. Nyilván fáradtak a játékosok, azért az utolsó héten már csak egyiket edzünk, de minőségben ugyanolyanok, ugyanazt csináljuk, intenzívek, nyilván figyelünk arra, hogy most már ne okozzunk egymásnak sérülést, mert ugye az utolsó meccs van vasárnap, de nyilván a nagy melegre való tekintettel is, meg ezt megelőző sok mérkőzést is hangsúlyoztam, hogy csak egyiket edzünk. Bár a bajnokság elején akadt olyan, aki szerint túlságosan is bő volt a Kisvárda kerete, a szezon végére jócskán megfogyatkoztak a bevethető futballisták. Hosszú volt a szezon, bő is volt a keret, de így a bajnokság végére igencsak elfogytunk. Az MTK mérkőzésre is a keretben már két olyan fiatal játékos került be, aki az első csapattal nem nagyon edzett, de legalább ők is testközelből szemlélhették, hogy milyen egy igazi kiélezett. Hát úgymond kiélezett, tehát MTK ellen ugye rangadót játszottunk, de már nekik sem, meg nekünk sem volt. Idézőjelesen fontos a meccs, mert ők is feljutottak, és mi is. Hát egy meccs van, ugye a hétvégi, pont annyian vagyunk, hogy a kezdőcsapat az erős lehet. Tét meccse mindenki nyerni szeretne, ezzel mi is így vagyunk. Meg hát utolsó meccset azért zárjuk már le, úgyhogy legyen tényleg szép az évadzáró. Meg hát nyilván várjuk azt is, hogy az érmeket megkapjuk, azt viszont olyan hangulatba szeretnénk átvenni, hogy győztes meccs után. A Kisvárda Sopron meccs vasárnap 17 órakor kezdődik a Várkerti pályán. A Kölcsei Televízió nézői hétfőn 21 órától láthatják a találkozót. A záróforduló további párosítása a következő: Budafok Budaörs, Zalaegerszeg Mosonmagyaróvár, Siófok MTK, Csákvár Grosics Akadémia, Cegléd Kazincbarcika, Békés Csaba Soroksár, Vác Dorog, Szolnok Nyíregyháza Spartakusz és Győr Gyirmót.